A Nem adom a házamat mozgalom mai ülésén készítünk egy olyan felvételt, amikor a tagok lassan egy éve ide járnak, van, aki esetleg kevesebb ideje, és elmondják, hogy mióta nem fizetik a hitelüket, és hogyan érinti ez őket. És akkor én mindjárt kezdeném is azzal, hogy hamarosan 2 éve nem fizetjük a hitelünket, végrehajtás megszüntető perünkben, első tárgyalás megvan, és még sokáig ebben a fázisban leszünk, mire a bíróság ki fogja mondani, hogy nekünk igazunk van, de a végrehajtásunk áll. Valaki más, aki ezt elmondaná, hogy ő nem fizeti már a hitelét, és meri vállalni. Tavaly május óta nem fizetjük a hitelünket, azóta nagyon jól érezzük magunkat, a bankok rettegjenek, a pénzhiánya a bank halála, nekünk ezt valljuk, és azóta eszünk, és jól élünk. Magdi ott? Én tavaly június óta nem fizetem a hitelemet, és azóta jól érzem magam. Addig stresszeltem, és rosszul voltam minden hónapban attól, hogy amikor megérkezik a fizetésem a folyószámlára, akkor a bank leemeli, és nem marad se a villanyszámlára, se a gyerekemnek ennivalóra, semmire. De amióta nem fizetem, azóta el tudom látni az állataimat, a családomat, és ki tudom fizetni a rezsiszámlámat, és jól érzem magam a bőrömben. Most pedig be fogom perelni a bankot mindenért, amiért csak lehetséges. Wow! Van-e még, aki ezt elmondaná? Hát én elmondom, hogy én már februárban volt 4 éve, hogy nem fizetek a bankomnak. Volt egy autóhitelem, illetve lakáshitelem, nem is fogok fizetni. Én még nem perelek, én csak kötözködök velük kifogásokat küldök nekik, és nem is fogok fizetni nekik soha. Én 8. hónapja nem fizettem egy fillért se a banknak. Amióta ide jársz. Hát igen, és elején, amikor idejöttem, akkor nagyon szégyeltem magam, amikor feltette a Laci azt a kérdést, hogy ki az, aki még fizeti a hitelét, és én nekem sajnos jelentkezni kellett, nagyon szégyeltem magam ez miatt, hogy fizetem, de aztán azóta nem fizetem, azóta 9. utolsó felszólítás jött a banktól, de nem érnek kevesen, hogy soha többet egy forintot nem fizetek a banknak. És megvárom, hogy ők pereljenek be. Mi se fizetünk már több mint egy éve, mert rájöttünk, hogy becsaptak bennünket. Becsaptak is, szó szerint rabolnak, úgyhogy nem vagyok hajlandók fizetni, és nem is fogunk, az biztos. Valaki még? Ilonka. Én itt világosodtam meg tavaly ilyenkor, amikor elkezdtem ide járni, akkor még fizettem a hitel, de hát egyre nehezebben, és itt tanultam meg, hogy ez egy becsapás, hogy minket el akar a bank taposni, ezt nem engedem. 8 hónapja nem fizetek egy fillért se, pert indítottam, még nincs fölmondva a hitelem, pedig ijeszgetnek, hogy ez lesz meg az lesz, de nem félek tőlük. Én a kamera mögül elmondom, hogy mi se fizetjük 4 éve, nem is fogjuk. Szuper. Van még valaki, aki elmondaná? Bár sokan nem fizetik, Jakab? Hát már 1 éve nem fizetem a hitelemet, nem is mondom, mert a semmiből nem lehet fizetni. Úgyhogy... Oké. Kifosztották az országunkat, kiraboltak minket, a bankok átverték az embereket, mi már nem fizetjük itt jó sokan, és mindenkit arra biztatunk, hogy ő se fizesse, mert ahogy itt meghallottuk, a pénzhiánya, a bank halála és a mocskok bele fognak ebbe dögleni. Egyre több ember lesz, aki fellép ez ellen, mindenkit erre biztatunk. Hajrá! 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 Hajrá!